másik az övönben is van, hogyha pontosan nem tudom elmondani, bele fogok majd nézni. Tehát 44 júniusában én akkor negyed magammal kerültem abba a 32-es számú házba. Úgy negyed magammal, hogy két nagynéném és az egyiküknek a férje, valamint én. A ház nem volt ismeretlen, mert már ott élt akkor a nővérem családjával, és az ő lakásukba kerültünk be. Hát viszonylag jó körülmények közé, mert két szobában csak 8-an laktunk, úgyhogy így elfértünk. Ez a ház, ez az Akász utca 32, ez egy nevezetes ház volt olyan szempontból, hogy ott működött sok éve a fővárosi gyermekkert egylet, ez egy zsidó alapítvány volt, ennek az óvodája. Egy bizonyos Manci néni vezette, ő volt a vezető óvónő, vezeték nevére nem emlékszem, de mindenki így ismerte őt. És ennek, hogy ez egy ilyen gyermekintézmény volt, azért is van jelentősége, mert a nyár vége felé, hát most már létszámokra nem emlékszem, de több tízes létszámú gyermek sereg került oda befogadásra, valahonnan Kárpátaljára, akik ott szülők nélkül maradtak, kinyitották a szüleiket, és a gyerekek valahogy megmaradtak, és befogadták őket ebbe a házba. Egy másik gyermekcsapat is elhelyezést nyert ott. Ez már október 15-e után a szüleiktől megfosztott budapesti gyerekek csoportja volt. Itt egy sok emeletes ágyat kellett ott felállítani, és hát ezeknek a létrehozásával én is részt vettem, én a nagyon fiú voltam, tehát az én munkámra igényt tartottak, amit én hát készséggel teljesítettek is. A házban lakók, ezek döntő számban nők voltak, mint a férfiak, akkor a munkaszolgálatba mentek, hogy valamilyen adminisztrációval a gyermekkert és egyben a működését finanszírozó nemzetközi Vöröskeresztnek az alkalmazottaivá váltak. Ennek aztán azért volt, hogy én is fölveszek egy pápa szemet, hogyha... És ekkor költözött a házba bizonyos Polnai Jenő, aki ennek az alapítványnak az elnöke volt. És őt mindenki kegyelmes úrként emlegette, sőt így is szólították őt, mivel egy 1919-es Friedrich kormány, akkor 19-ben több Friedrich kormány is alakult, azok rövid életűek voltak, ez egy hétig regnált, és ebben ő miniszter volt, egy pár nap is attól fogva, tehát 19 volt, aztán ugye 44-ig nagyon sok idő eltelt, de ő mindig kegyelmes úr volt. Igen, szűkös ellátása volt a házbeli gyerekeknek és a lakóknak, és ezen valamelyes segített, hogy ott a második emeletén volt a háznak korábban egy tánciskola, egy óriási teremmel, amelyik a csillagos ház vált a 32-ből, akkor a tánciskola jelent onnan, és egy munkaszolgálatos egységet telepítettek be oda, hogy valamilyen tábori konyhaszerű dolgot működtettek, és valamit juttattak ott a házbeli lakóknak is időnként ebből a posztból. Na most ez a kegyelmes úr, lényegében valóságosan is kézbe vette a gyermek otthon és az alkalmazottak irányítását. Amikor október 15-ében ugye a szálasi pucs alkalmával 16-án már megjelentek a géppisztolyos Árpád sávosok és a házbeli asszonyokat, a közeli Klauzál téri gyűjtőhelyre terelték, mondván, hogy sánc ásásra viszik őket. És ez a kegyelmes úr egy idősebb, ilyen tekintélyes külsejű ember volt, mindig lila nyakkendővel, egy lila inge is volt, ez volt az ő kedvenc színe, és nagyon tekintélyes megjelenésű úr volt. Fogta a Nemzetközi Vöröskeresztnek a bekeretezett tábláját, és ellovolt a Klauzál térre, és ott óriási merészséggel követelte a nyilasok vezetőjétől, hogy azok az ő alkalmazottai is engedje el őket. És ekkor csodák csodája meg sikerre is járt. Aztán egy későbbi, egy-két nappal későbbi látogatás alkalmával ez a siker már elmaradt, bár akkor is megpróbálkozott. Ekkor vitték el, mindegyik nagynénémet is, aki nagyon beteg volt, jártányi ereje is alig volt, és aztán egy szemtanú későbbi elmondása szerint a Bécsi országúton összerogyott, és akkor a nyilas suhanc lelőtte, így fejezte be szegény. Aztán november végén, december elején, akkor ugye létrejött a gettó, és természetesen az a ház, mint ahogy ez is, ahol itt állunk, része lett a gettónak. Ebben a korszakban ez a gyermeksereglet és az őket gondoló felnőtteknek az ellátását napról napra
szabadott. Volt a gettóban, emlékezetem szerint az valahol a Veselényi utcának a másik vége felé volt egy ilyen központi konyha. Én is, mint hát, kinevezett futár, részt vettem a élelemnek, amit néha napján kaptunk onnan a szállításában. Arra emlékszem, olyan kátszerű edénybe, óriási edénybe volt valami leves, ami hát mostani elképzelésre szerint egy csoda, hogy az, ahogy az kinézett, mégis az utolsó cseppig elfogyott, mert hát akkor már azért nagyjából éheztünk. Betegek, hát sok-sok gyerek volt ott, lázas betegek voltak, akik számára orvosi ellátás nem volt, hát már úgy csodálkozom rajta, mert elfelejtettem bemutatkozni, dr. Kodosz György vagyok, aki egyébként gyermekorvos, ma már nem gyakorolom, de hát most visszamenőlegesen, hogy visszagondolok azokra az állapotokra, csoda, hogy én ahogy visszaemlékszem rá, kettő kisgyerek volt, akit, aki meghalt a betegség következtében. Lehet, hogy aztán a felszabadulás után még voltak, akik követték őket, az ott szerzett betegségükben, erről nem tudom. Egy dolgot még elmondanék, ami hát ugyancsak ezzel a csillagos házzal kapcsolatos, hogy miután engem kineveztek ott ilyen futárnak, egyszer az a kegyelmes úr kiállított egy szolgálati jegyet, ő a Nemzetközi Vöröskereszt pecsétjével, el kellett mennem Zuglóba, ott is volt valami vöröskeresztes intézmény, és onnan valamit elhozni a gyermekek számára. Én ma is csodálkozom, hogy merészeltem ennek nekiindulni. Sárga csillag nem volt rajtam, mert nem lehetett kilépni a gettóból, de egy vörös keresztes karszalag lepecsételve az igen. És itt a Veselényi utcánál most, hogy jöttem be, meg is néztem, ugye ott volt a deszka, és ott állt a nyilas őr, és ott volt egy ászasz, most is láttam, csak hát most be volt csukva a kapu, nem tudtam bemenni ott a kapu alá, ahova az a nyilas őr beterelt engem, és még volt kettő, aki ki akart lépni valami más célra. Ránk szegezte a géppisztolyt, megnézte a papírt, hát hogy nem húzta meg a halaszt, az pillanatnyi kedve szerint így történt, mert senki nem kérte volna számon rajta, ellenben azt mondta, hogy kinél van valami pénz. Hát akkor volt az én zsebemben, amelyik a pengő volt, ugye pengő filléréből, talán hogy 30-40 fillér, azt odaadtam neki, és azt simán zsebeltette, és aztán kiengedett. És hát akkor ugye elmentem az Zuglóba, teljesítettem a küldetésemet, és vissza is jöttem. Hát a mai szemmel gondolom nem azért, mert olyan bátor voltam, csak nem tudtam fölmérni ennek a veszélyét. És még egyetlen dolog, lehet, hogy túl sokáig veszem igénybe itt a türelmüket, de hát ez is itt történt a 32-ben. Volt az a bizonyos október 15-e, amikor ez a porti proklamáció elhangzott, ez egy vasárnapi napon volt délelőtt, amikor ugye úgy tűnt, hogy minden befejeződött, mert a gettó is kilép Magyarországra háborúból. Amint említettem, volt ott az a munkás század, a kereklegény odaadta az egyik munkaszolgálatosnak a puskáját, mondva, hogy most már te is használhatod. Hát ez egy néhány órán át tartott, és úgy emlékszem, mintha ma is, mintha ma történt volna, hogy valamikor késő délutáni órákban a házmesternek, mert ugye a házmester lakhatott ott a házban, az még nem volt a gettó, csak csillagos ház, aki nem zsidó volt. A lánya egy ilyen 16 év körüli lány rohan keresztül és boldogan kiáltott, hogy most mondta be a rádió, hogy kitartás ilyen szálasi. Ezzel lett vége a mi boldogságunknak. Úgyhogy hát körülbelül így zajlottak le ezek a napok, csak röviden összefoglalva, és így értük meg aztán január 18-át, amikor is szabadultunk. És köszönöm szépen. Pár szót még hadd szóljak itt a házunkról. Társasház vagyunk, és intézőbizottság kezeli a házat. Amikor ezt megvettük, itt még háborús belövések voltak az udvaron is, és a felújításnál kikértük a fővárosi tervtárból az eredeti terveket, mert még megvolt, és onnan tudjuk, hogy ez Reinis Henrikné bérháza volt, az építész Bayer Erwin volt, aki az Izabella utca 44-ben lakott, és 1893-ban épült ez a ház. Köszönöm.